Önök által is ismert, hogy a rendőrség ezen a héten elfogta Dobrai Sándor Nét, Nagy Máriát, közismertebb nevén, Broker Marcsit. Köztudott Broker Marcsi összesen mint egy ezer embert károsított meg, majdnem 20 milliárd forint értékben. Broker Marcsi letartóztatása után az ellenzék pártjainak úgy gondoljuk, hogy válaszolnia kell néhány fontos kérdése. Tisztázniuk kell, hogy milyen kapcsolatban álltak Broker Marcsival, illetve az általa működtetett Kun Mediátor Kft-vel illetve a kummediátor KFT-vel egy érdekeltségi tör, körbe tartozó cégekkel. Konkrétan választ és magyarázatot várunk az érintettektől az alábbi ügyekre. Broker Marcsi közeli e, ismerőse, szej volt István tulajdonában áll a Karcagi Fehér Holló Rendezvényközpont, ahol a baloldal sok prominens figurája megfordult, nem utolsó, nem utolsó sorban Gyurcsány, Ferenc és Vadai Ágnes is tartott ott rendezvényeket. Vadai Ágnes egyes hírek szerint 2002-es és 2006-os országgyűlési választásokon jelentős anyagi segítséget kapott attól a cégcsoporttól, amelynek tagja volt a Kummediátor Kft. is. Ezzel kapcsolatban felszólítjuk a DK-t és az mszp t hogy haladéktalanul számoljanak be arról, hogy milyen támogatásokat kaptak tehát a csaló broker Marcsitól. De hát azt látjuk, hogy nem csak a baloldal, hanem a jobbik is érintett lehet ebben a csalási ügyben. 2010-től az Épkar nevezető cég, melynek érdekeltségébe tartozott a Kun Mediator Kft. is, a Jobbik szekértolója lett Karcagon. 2014-ben már az a Lukács László György lett a Jobbik Karcagi Országgyűlési képviselőjelöltje, aki az Épkar nevű céggel és Szej volt Istvánnal is több szálon kapcsolatban állt az országgyűlési képviselő apja látta el ennek az épkarnak a jogi képviseletét. Az is ismert, hogy egy jobbikos képviselő, Filó András, egy korábban interpellálni akarta ebben az ügyben, az épkar egyik szerződésének az ügyében, és ekkor a Jobbik egyik vezetője hívta föl, és azt kérte tőle, hogy ezt az interpellációt ne mondja el, hiszen az épkar támogatja a Jobbikot. Ezután az ügy után találkozott vele Forrai Rihárd, Vona Gábor egyik embere, és is megismételte ezt a kérést, és miután ezt nem volt hajlandó teljesíteni, ugye kizárták a pártból az érintett képviselőt, aki azt állította, hogy ez az Épkar nevezetű cég, ez támogatta a Jobbikot. Azt kérdezzük a Jobbiktól, hogy kaporta a párt, vagy annak jelöltje pénzügyi támogatást Broker vagy az Épkartól. Ha igen, akkor hol van ennek a nyoma? Feltüntették -e ezt a támogatást valahol és vajon mit kért a Jobbik Tobróker Marcsi cserébe a támogatásért. Úgy gondoljuk tehát, hogy a Jobbiknak és a baloldali pártoknak, az MSZP-nek és a DK-nak is választ kell adni ezekre a kérdésekre. Gyurcsány Ferencnek és Vona Gábornak tisztáznia kell zavaros viszonyát broker Marcsihoz és üzleti kapcsolatrendszeréhez. Nem másra mutogassanak, hanem álljanak az emberek elé világos válaszokkal.